Na szevasztus srácok, én Szabi vagyok, és úgy gondoltam, hogy elindítok egy olyan videósorozatot, amiben ilyen primitív videókat fogok lereagálni, és mindig akkor lesz a következő rész, hogyha arra bizonyosra, amit feltöltöttem, megvan a 60 darab like. Szóval 60 like-onként várható a következő rész. A mai első részre a Rezső és a parkoló őr videót találtam, amit én már régen láttam, nagyon régen, szóval nem emlékszem pontosan mi van benne, de most ki fog derülni, mert emlékszem, hogy ez nagyon tetszett régen, és akkor rögünk egy jót közösen. Na, hát akkor nézzük a videót. Zénó újra támad. Ujjjj. Csatkai Rezső betámadja a parkoló őr. Na már most izgalmas. Lecsavarja! Rezső, megbüntetik az autóját, Rezső? De hogy néz ki a pali? Jézusom! Hát, hogy jönnek ehhez? Tudja a tarka fasz, hogy mit csinál ez a frájvicsi. Uram, miért bünteti meg az autóját a fiatal ember? Fiatal ember, Jézusom, már 120 éves. Lejárt. Hát Rezső úr azt mondja, lejárt a jegye. Nem járt az le. Figyelj, te jártál. Te járt, ja, ő járt le. Húzzal innen. De nagyon gyorsan húzzal innen, mert a lapállak. Meg a lapállak. Üblek a bugyitból, more. Kiütti. Mit képzelsz te? Rezső úr. Kérem, mondja el neki, hogy milyen sportot űzött maga? Boxoló voltam. Boxoló. Úgy büntesse meg, biztos, hogy nem tudom, úgy milyen minőségre. Úgy büntesse meg, hogy kiütlek a bugyitból. Oké? Okay? Na jó, ne lehet tolni a bicsit. El lehet tolni. Jól van, nem az autózol itten, meg eléd állok. Ne autózol itten, meg eléd állok. Nagyon gyorsan szólt. Nem baj. Ez egy képletes jelző. Húzz el innen. Nem fotózol itt. Vegyél meg a csatkai szűzmányi. Csatkai szűzmányi. Elveszem a gépedet. Elveszem a gépedet. Elveszem a nagy gépet is, meg a kicsit. Pucér a magyar áll az utcára, Pali. Rezső úr, mi a felháborodásának a tárgya? Hát az, hogy az autómat fotózza ez az ember. Hát ilyen kapitális szemtelenséget. Nem szégyelled magad? Mondja neki, Rezső úr, hogy ez jogtalanul történik, ez a büntetés. Ez jogtalan eljárás. Jogtalan eljárás. Mondja neki, Rezső úr, nincsenek hitelesítve az órák. Így van. Ja, azóta. Hát mióta volt a pályára? Mit? Mióta volt a pályára, nincsenek azóta már hitelesítve. Ja. Az késő bánat. Hát de ez a mai is. Akkor figyelj, de ha valakit lecsavarsz és börtönbe visznek, akkor nem mondod utána, hogy kérem, utána megsimogatom, ne vigyenek a börtönbe. Bánatpénz. Mit mond neki, Rezső úr, kérem? Bánatpénz, fizessen. Nem áll. Nem áll elő. Nem fotózik. Elfotózzál már, menj a fekete gyárba. Fotózni. Miért? Keres egy másik palit. Már mindegy. Keres egy másik palit. Nem bírom. Elkészít. Ennek az autónak már elkészít. Hát akkor már megvan a harc. Hogyha a harc, legyen harc. Szépüljön meg az arcon. Ekkora frájér. De világi Rezső, forma, de hogy néz ki a pali? Nyári és Rezső úr. Hát az biztos. Így öltözök. Így öltözök. Mit szólsz a csajokhoz? Csinosak. Jó van, Rezső úr. Tehát hagyd igyak már meg egy sör. Többször van az állam, mint a fején. Meg a csatkai szűzmerje. Mit csinál az a pali? Na, már megint megbüntetett. Igen. De a fiatalokat büntette. De Rezső úr kiállt magukért. Rezső úr védte egészen. Nem is a Rezsőnek a bocsia. Nekem adják a lóvét, ne a... Nekem adják a lóvét. Önnek nem? 2 percet fizetek, hány ebben?
És két percért a rezső úr védte a testével az autót, biztosíthatom. Így volt? Testvérként, hagyd el, hogy csaljuk meg ezt sőt. Nem, ne fizessél ki! Hát ne legyél pali! Látja a halál faszára az. Látja le, hogy ilyen fejlom, az visszaveri a fényt a kobakja. Testemmel, lelkemmel védtem az. Az biztos, hogy én... Ne futózkos, hogy megállok. Az jó lesz. Testével lelkével. Na, az interneten úgyis mondtam már, hogy... Rajta leszek az interneten. Hát már fönn van. Ez már negyedik videója lesz az interneten, Rezső. Hát hogy ne. Híres ez a Rezső bácsi. Csatkai Szűz Mária segedelmével. Segítsen meg téged is. Eleget fotóztam, na megyünk. Jó van, testvérem. De jól látom, jó van egy kis pukli ott a homlokán. Ah, hát srácok, ennyi is lett volna ez a Csatkai Szűz Mária videó. Én szétröhögtem magamat, remélem nektek is fog tetszeni, mert ez azért tényleg vicces, elég primitív ez a férfi, valószínű hajléktalan, szóval nem egy túl gazdag emberről van szó, de legalább kiállt embertársaiért, és ez azért tisztelendő, ha bár nem kapott érte pénzt, mert ment volna egy sört inni, de talán meghívta őt ez a operatőr, aki felvette ezt az egész büntetést. Na mindegy, hogyha tetszett ez a videó, és szeretnétek még, akkor először is 60 like, hogyha megvan, akkor csinálom a következő részt. Másodszor dobjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel a következő részben, és 60 like után találkozunk. Sziasztok! Ú, bevertem a könyökömet, basszus. Oh!